Köszöntöm Önöket, ez itt a Zöld közelben a Rákosmente TV ökomagazinja. Augusztus 16-át a Hontalan Állatok Világnapjaként tartjuk számon. Az Amerikából induló kezdeményezés célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az örökbefogadás fontosságára, a kóborállatok menhelyen való elhelyezésére és a nem kívánt szaporulatok megakadályozására. Szerencsére itthon is egyre többen tudnak a világnap létezéséről, de ha ön eddig kimaradt volna ebből, akkor itt a kiváló alkalom, hogy megismerje. Ebben lesz segítségemre Schneider Kinga, Noé Állatotthon szóvivője. Köszöntelek a stúdióban. Köszönjük a meghívást. Egy négylábú kis vendéget is hoztál magaddal, kit üdvözölhetünk még köreinkben? Ez a tüneményes kiskutya, ő Ila. Ő már egy felnőtt kutya, csak ilyen kis testű, tehát hogy így ő ez a végleges mérete. Nagyon súlyos szemsérüléssel került az állatotthon gondozásába, így aztán sajnos mind a két szemét elvesztette, de ez őt igazából semmiben nem zavarja. Egy nagyon kedves, nagyon bújos, nagyon vidám, emberszerető kutyusról beszélünk, aki természetesen keresi álomgazdiát. Látszik rajta, hogy nagyon nyitott és nagyon barátságos, más állatokhoz is hasonlóképpen viszonyul? Igen, nagyon-nagyon szereti a kutyák társaságát, tehát teljesen jól el van velük. Hogyha mondjuk túl sok lenne a körülötte lévő hepaj, akkor inkább elvonul, de nem. Tehát ő biztos nem keres konfliktust, úgyhogy az állatokkal tökéletesen jól kijön, és hát az emberekért pedig rajongásig oda van. Legyen az gyerek, felnőtt, nem tudom, mindenkit imád. Tehát akkor, hogyha valakinek kisgyermek van otthon, az sem akadály, hogyha esetleg beleszeretne Ilába, hogy örökbe fogadja. Bátran ajánlom kisgyerekes családba is, tehát hogy gyakorlatilag minden összetételű családban bátran ajánlom. Egyetlen egy kikötés van, hogy ő imád az ölben ülni, imád hozzánk bújva feküdni, úgyhogy kizárólag a kerti tartásra nem adjuk. Legjobban szeretnénk lakásba, vagy kertesházba kibejárással. Hogyha esetleg valaki nem tudja garantálni a lakást és a megfelelő környezetet, akkor ez egy abszolút kizáró ok nálatok? Igen. Igen, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos, de az állatokat mi már megmentettük, tehát hogy ezen túl vagyunk, tőlünk nem kell kimenekíteni az állatokat, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy olyan körülmények közé, olyan felelős döntést követően adjuk örökbe az állatainkat, ahol reményeink szerint életük végéig biztonságban élhetnek. Mik azok a szempontok, amikre még kiemelten figyeltek az örökbeadás és örökbefogadás során? Igazából számunkra az a fontos, hogy megtaláljuk az ideális párosokat. Én azt gondolom, hogy minden állatnak, aki nálunk él, meg amúgy is, akinek még nincs gazdája, valahol megvan a párja, mint ahogy a gazdijelölteknek is azt szoktam mondani, hogy ne kedvetlenedjenek el, ha elsőre mondjuk nem szeretnek bele senkibe, vagy nem találnak senki olyat a honlapon, mert valószínűleg megvan az ő párjuk, hanem jöjjenek ki, ismerkedjenek, és hogyha mi is egy picit megismertük őket, meg ők is egy kicsit megismerkedtek az állatunk, akkor össze tudjuk passzintani. Szóval nem mindegy, hogy mondjuk egy otthon ülő családról beszélünk, akkor számukra más állatot, más egyedet ajánlunk, vagy aki sportos, esetleg olyat keres, aki elkíséri mondjuk kocogni, vagy sokat kirándulnak, esetleg sokat utaznak. Ezek mind-mind olyan, sokat kell egyedül lenni mondjuk az állatnak, ezek mind-mind olyan speciális dolgok, amihez össze tudjuk párosítani a megfelelő családtagot. Tehát akkor ez lehet akár egy több hónapos folyamat is. Hát azért nem szoktuk ennyire elhúzni, de egyébként ez általában nem csak rajtunk múlik, hanem az örökbefogadók igényén is. Az biztos, hogy azért többször kell ismerkedni, meg körbejárjuk mi is ezt a témát, de sok esetben még igazából a faj sem biztos. Tehát van úgy, hogy valaki mondjuk cicáért érkezik, vagy cica után érdeklődik, de amikor beszélgetünk vele, akkor kiderül, hogy ő neki inkább egy kutya kellene, és egyébként fordítva is létezik ilyen. Arról nem beszélve, hogy sokszor a kép alapján kiválasztott egyed egyáltalán nem passzol habitusában az ő elképzeléseikhez. Tehát, hogy ha valaki engedi, hogy egy picit mi is segítsük ezt a folyamatot, akkor azért ez egyrészről lerövidíthető, másrészről pedig véleményünk szerint sikeresebb lehet. Ilyenkor alkalmazkodóak a gazdijelöltek? Tehát nyitottak más kutya felé is? Teljesen változó. Tehát van, aki kinéz mondjuk az interneten egy kutyust, és kifejezett elképzeléssel jön, és tüzön vizenet ezt így meg akarja tartani.
És ilyenkor azért van, hogy némi konfliktusba keveredünk, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy számára ez nem megfelelő. Nem kockáztatunk, akkor sajnos nemet fogunk mondani. De azért a legtöbben, hála Istennek, még hogyha van is kinézett állat, akkor is nyitottak arra, hogy mi körbevezessük őket, megmutassuk nekik, hogy kik azok, akik nálunk élnek. És sokszor egyébként ők maguk azok, akik rájönnek, hogy mondjuk a kinézett kutyussal nincs meg a szikra, de egy másik kutyával mondjuk megvan a szikra, és akkor így hajlandóak megváltoztatni a véleményüket. Milyen gyakran fordul elő, hogy esetleg nemleges választ mondtok a gazdijelölteknek? Hát ez azt gondolom napi szintű, tehát hogy mi elég szigorúak vagyunk az örökbeadás terén, erre amúgy büszkék vagyunk. Tehát néha ez kritikaként fogalmazódik meg a Noé állatotthonnal szemben, de mi erre abszolút büszkék vagyunk. Mi nagyon szeretjük ezeket az állatokat. Tehát ő most nem csak azért ül itt az ölemben, mert itt vagyunk a kamerák keresztüzében, hanem mi valóban olyan kapcsolatban vagyunk velük, kicsit mintha mindegyik a sajátunk lenne. És azért amikor a sajátunkat kell rábízni valakire, akkor bizony nagyon körbejárjuk azt a témát, hogy tényleg biztosak lehessünk benne, hogy jó helyre kerül. Ez valóban nem könnyű. Ilyenkor a terepet is felméritek? Tehát akár megnézitek a lakást, kertet, a helyszínre is kimentek? Bizony sok esetben mi visszük házhoz a kutyust, és meg a cicusokat, és leellenőrizzük, hogy azok a feltételek, amiket megbeszéltünk előre, vagy amire ígérvényt kaptunk, azok valóban teljesülnek-e. Illetve hát folyamatosan szeretjük a kapcsolatot tartani, ez a szerződésben is leírt kötelezettség. Nagyon sokszor van, hogy önkénteseink, akik hát akarva-akaratlanul is bele-bele szeretnek egy-egy állatba, ők fokozottan tartják a kapcsolatot. Nagyon sok barátság, meg emberi kapcsolat is alakul egyébként ezek mentén, az örökbefogadások mentén. Hogyha bekerül hozzátok egy állat, például Ila esetében, volt benne csip? Benne nem volt csip sajnos, úgy került hozzánk, hogy semmilyen egyedi azonosító nem volt benne. Az esetek nagy többségében ez így van, nincs az állatokban csip, ha csak nem saját gazda által leadott állatról beszélünk. De természetesen a Noé állatotthonban a bekerülési, illetve a karanténozási protokollnak része az egyedi azonosítás, ahogy az orvosi vizsgálat is, és az oltási program is természetesen. Tehát ilyenkor az oltási program, hogyha nincs az állatban csip, akkor ez a Noé állatotthon terheli, vagy már a leendő gazdit? A Noé állatotthont. Nálunk nincs örökbefogadási díj, tehát hogy teljesen ingyenes az örökbefogadás. Minden ilyen jellegű költséget, ha a gyógykezelése volt előtte a kutyusnak, az ivartalanítás költségét, az oltás, csíp, parazitamentesítést, ezt mi vállaljuk. Ez a mi döntésünk, hogy őket így ellátjuk. Természetesen adományokból tartjuk fönt magunkat, nem kapunk semmiféle normatív támogatást vagy ilyesmit, úgyhogy ha valaki ehhez örökbefogadóként hozzá tud járulni, akkor azt nagyon hálásan fogadjuk, de kötelező előírás erre nincsen. Ez azért nagyon megterhelő anyagilag, viszont hogyha jól tudom, akkor nálatok virtuálisan is örökbe lehet fogadni állatokat. Ez mit jelent pontosan és hogyan zajlik? Így van, lehetőség van a Noé állatotthon összes állatát, mindez 1200 állatot virtuálisan örökbe fogadni. Ez két dolog. Egyrésztről sok esetben, mint például Ila esetében is, a szemműtétek, az egyéb orvosi vizsgálatok, ezek nagyon sokba kerülnek. Tehát előfordulhat, hogy valaki mondjuk nem tudja őt hazavinni, de megesik rajta a szíve, megindítja az ő története, és támogatni szeretné, akkor a virtuális örökbefogadás, amit a honlapunkon keresztül lehet kezdeményezni, az ő közvetlen támogatására fordítható, vagy fordítandó. Ez ugye nekünk kötelezettségünk, hogyha egy adomány címkézben van, tehát az adományozó megmondja, hogy mire szeretni, akkor nekünk kötelező arra fordítanunk. Nem is szokott ebből semmi probléma, nem, mert nagyon átláthatóak vagyunk ebből a szempontból is. Úgyhogy ez egy támogatási forma. Minden állatnak megvan a úgymond a napi költsége, és akkor a virtuális támogató eldöntheti, hogy hány napra szeretné úgymond örökbe fogadni ezeket a kisállatokat, és a honlapunkon föl is tüntetjük arra az időszakra, hogy ő a támogatója, illetve az előzményekben is szerepel. Nagyon népszerű, elsősorban egyébként pont azoknál az állatoknál, akik valóságban nem örökbe fogadhatóak. Mert ugye nálunk nagyon sok olyan állat él, akik örök életükben nálunk élnek, például a vadállatok, a gazdasági állatok, ők nem örökbefogadhatóak, de hála Istennek többen disznókat, kecskéket, lovakat szeretnek virtuálisan örökbefogadni, sőt ajándékozni is szeretnek ilyenfajta virtuális örökbefogadást.
Ez nagyon izgalmas azok számára is, akik viszont esetleg a lakhatási hátteret nem tudják biztosítani, de mégis úgy érezhetik, hogy gondoskodnak valakiről. Ilához visszatérve, milyen gyakran fogadnak örökbe beteg állatot az emberek? Hát talán az elmúlt időszakban már jobban nyitottak a kicsit más, vagy speciális igényű állatok felé is, mint ahogy talán egy picit nyitottabbak vagyunk az embertársaink irányában is. De azért azt mondhatom, hogy egy bármilyen fogyatékkal élő, vagy speciális gondozást igénylő állatnak sokkal kisebb az esélye, mint az egészséges társaiknak. Valahol értem ezt, nekem egy kicsit nehéz, mert pont a vakság az, amiben nekem hatalmas rutinom van, hiszen már két olyan kutyusom is volt, aki Ilához hasonlóan teljesen vakon élt velünk. Én most már ugye könnyen mondom, hogy ez nem egy nagy probléma. Nekik a szám az nem egy